Jó estét kívánok! Ez a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2014. június 12-én csütörtökön este 7 órakor híradásunk tartalmából. Fejlesztések a kórházban, korszerűsítik a sürgősségi ellátást. Új közösségi tér, hamarosan megkezdődik a múzeum kertjének rekonstrukciója. Idősek a Dunaparton, kikapcsolódás a szabadban. Több mint 400 millió forint 100%-os támogatást kapott az új Széchenyi terv keretében a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház rendelőintézet az Európai Unió és az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával. Ebből a sürgősségi ellátást fejlesztik, korszerűsítik, valamint beszereznek egy CT-t. A pályázat 2013. augusztusában indult, és előreláthatólag 2015. február 15-éig tart. A sürgősségi foglalatóhelynek ez volt a sebészeti, baleseti sebészeti része, ami egy ilyen kis sebellátó helyiség volt adminisztrációval, itt mehetünk egy gipszelő, a szomszédban maga a sebészeti szakrendelés. Ez volt korábban a sürgősségi betegellátó a Karolina Kórházban. A rendelések ideiglenesen átköltöztek a rendelőintézetbe. Itt fogadják a betegeket addig, amíg kialakítják az új sürgősségi osztályt. Minőségi fejlődés lesz az intézmény életében a sürgősségi osztály kialakítása, hiszen olyan eljárásokat is fogunk tudni végezni a sürgősségi osztályon, amit idáig az OEP nem finanszírozott, így aztán nem is nagyon végeztünk, illetve maga a CT az egy óriási előrelépés lesz. Az átalakítást a térség település vezetőinek, valamint a társszervek képviselőinek egy prezentáció keretében mutatták be. A fejlesztés 100%-ban támogatott, 406 millió forintot fordíthatnak a sürgősségi ellátás fejlesztésére. Az egyik jelentős beszerzés egy komputertomográf vásárlása lesz. A CT segítségével gyorsabban tudják felállítani a diagnózist, hiszen nem kell Győrbe utaztatni a beteget. Amit mi idáig is ellátunk, azokat a betegeket fogjuk sokkal jobban kiszolgálni, hiszen nem kell CT-re elvégezni más intézménybe, ez az egyik része. A másik pedig, hogy az akutológia, mondjuk egy agyvérzéses, gyanús embernek a CT-je, hogy mikor készül el, az nagyon nem mindegy. Nyakran súlyos szövődményeket észleltünk abból, hogy a gyanús beteget beküldtük a Győrbe, bár nagyon jó a közlekedés, viszonylag gyorsan is készülnek ott a felvételek, leletezik vissza, és egy olyan időablakot veszítettünk el, ami a terápia hatékonyságát lerontotta. Egy rámpát is átalakítanak, most meglehetősen veszélyes rajta közlekedni. Az építkezés és a CT mellett másra is jut forrás. Van egy 42 milliós kisebb költségünk, ami sok kisebb orvosi műszert tartalmaz. A tájékoztatón elhangzott, június 16-ától kezdődik az építkezés, a betegeknek viszont már most is a rendelőintézetet kell felkeresniük, ha sebészeti, illetve belgyógyászati ambuláns ellátásra szorulnak. Az ide látogató turisták vagy a nemrégiben városunkba költözők elől elbújik a Hansági Múzeum Szent István királyúti épülete. A növényzet elburjánzott, a kert funkció nélkül vegetál. A város úgy döntött, rendezett parkot hoz létre, változtatva a zöld felület koncepcióján. A Hansági Múzeum nemrég lefedett udvarából kialakított előadóteremben ismertették a közgyűjtemény idén megvalósuló kertjének terveit. A 100 éves épület környezetét most először tervezik meg. Az első időkben még kerítésesen volt az épületnek, illetve a hozzátartozó kertnek, de korai képeslapokon ez pontosan látszik. Később aztán folyamatosan alakították ezt a kertet. Az elmúlt évtizedekben viszont kevés gondot fordítottak a fenntartásra, így funkcióját vesztette a kert. A túlburjánzott növényzet takarja az épületet, a kőemlékeket. Vannak olyan kőemlékek, amelyeknek egyáltalán nem látszik. A legérdekesebb része a felirata. Ezért szeretnének egy könnyen fenntartható kertet, amely mögött látszik a múzeum, ráadásul nagyobb lehetőséget adna a program szervezésre is. Egy egységes zöld területet kapjunk, amelyen a rendezvények szerencsésebben és jobban lebonyolíthatók lesznek, hisz a jelenlegi helyzetben a részben a növényzet, részben pedig a kőemlékek feldarabolják a teret, és így nincs lehetőségünk arra, hogy nagyobb tömeget mozgassunk. Változik tehát a koncepció, a korábban félköríves kőemlékek most egy sétaút mellé kerülnek.
Ahhoz, hogy építkezni tudjunk, vennünk kell ki néhány olyan örökzöldet, ami már ezt a szép múzeumi épületet takarja. Egyértelműen a taxokra és ezekre a tuja növényekre érthető. A fák, amely a múzeum kertbe található, azok megmaradnak, így megmarad a tulipánfa, megmarad a vadgesztenyefa és megmarad az atlasz cédrus. A kert külső részein pedig elhelyezésre kerülnek a növényágyások. A tervek szerint a kertben lévő fák tehát megmaradnak, ugyanakkor az örökzöldek helyt adnak egy nagyobb területnek, és szebb látványt nyújtanak a múzeum mellett elhaladóknak, előbb a kertbe, majd az épületbe csábítva őket. A hallgatóság többsége üdvözölte az új, látványos kertet, néhány ötletet adva a további komfort növeléshez. A város több évtizedes mulasztáspótól, hogy hozzányúlt ehhez a múzeumi kerthez. Bemenünk parom, pihennek, leülnek, tehát mindenképpen jól lenne legalább egy három par. Igaz, volt, aki nem értett egyet a sövény és a múzeumra nőtt örökzöldek eltüntetésével. A város 5 millió forintot biztosított az idei költségvetésében a kert rehabilitációjára. A koncepció szerint az összköltség 7 millió forint körül lesz. A fennmaradó rész a kivitelező felajánlása. A tervek szerint június végén megkezdődnek a kertészeti munkák, amellyel 2 hét alatt készülnek el. Nyárköszöntő szalonnasütésre várták az Egyesített Szociális Intézmény időseit nemrégiben a Mosoni Dunaparton. A rendezvényen közel 70 idős ember vett részt, köztük 30 kerekes székes, akik nem kis megdöbbenést váltottak ki a Dunapart felé vezető úton. A Hortobágy helyett a Dunaparton gyűltek össze az Egyesített Szociális Intézmény gondozottjai, hogy kicsit kizökkenve a hétköznapokból jól érezzék magukat és egymást. A közös szalonna sütéssel azonban nem csak a mulatozás volt a cél. Fel szeretnénk hívni a figyelmét minden városban élőnek, illetve minden embernek, aki velük a mai napon találkozott arra, hogy ők is a társadalom részét képezik, az idős emberek, meg a beteg emberek, a szenvedők, illetve a mozgásukban korlátozottak, akik kerekes székhez vannak láncolva. Az idős otthonokban élők a délelőtt folyamán bebizonyították, ugyanúgy szeretnek mulatni, mint akár a fiatalok, hiszen volt, aki táncra is perdült. Tepeje. Jó, én mindig jól érzem magamat különben. Azért táncoltam egy kicsikét, mivel hogy a hangulatot egy kicsit fölfedezzem, mert én vagyok mindig a otthonban, és a zene van, akkor mindig egy kicsit mozgok, különben agyvérzéses vagyok, le vagyok bénulva a bal felemre. A mozgalmas délelőtten a szervezők szerették volna felhívni a figyelmet a szakma, a civilek és az önkéntesek összefogásának fontosságára is. A rendezvény a segítőknek is komoly tanulságokkal szolgált. Azt elképzelni, hogy sok ember milyen helyzetben van, hogy igazából nem tudják azt megtenni, amit nagyon sokan, például itt vannak a zenészek, és valamelyikőjük ugyanannyi idős, mint aki tolószékbe ül. És nézik őket, hogy ők miért pont ők. Meg egyik osztálytársam egy 38 éves nőt tolt, hogy azért az elgondolkodható, hogy 38 évesen ilyen helyzetben van. A segítés szerencsére nem csak a szakembereknek és a fiataloknak, hanem a civileknek is természetes. A mosoni polgári kör tagjainak már nem ez volt az első találkája itt a Dunaparton. Mivel hogy mosonélkülők és sérült emberekről van szó, hát természetes, hogy az ember segít mindenkinek, ahol tud. És mivel hogy mosonban van ez az otthon, ez kötelességünknek is tartjuk. A szervezők további hasonló rendezvényekkel szeretnék még felhívni a lakosság figyelmét, hiszen, mint mondják, az elfogadás és az együtt gondolkodás vihet mindenkit előbbre, tehet többé. A Szociális Intézmény lakói mellett a térség nyugdíjas klubjai is a Mosoni Duna partján találkoztak. A jó hangulatról itt is maguk a szépkorúak gondoskodtak. A Levéli Klub tagjai fakadtak dalra az ebéd után. Nagyjából 300 szépkorú adott randevút egymásnak a Mosoni Duna partján. 11 éve fogant a közös találkozó ötlete.
Szerettük volna a térség nyugdíjasait összevonni, hogy barátságok alakuljanak ki, és ismerkedjenek egymással, mert úgy gondoltuk, hogy abból csak jó jöhet ki. Mosonmagyaróvárról és környékéről 30 klub tagja az egyesületnek. Ez most egy kötetlenebb találkozó, mint a színvonalas kulturális programok. Mária Kálnokról is érkeztek. A faluban 70-80 tagú egyesület működik. Elég nagy a életünk, ha úgy mondom, mert van ének, tánc és még színjátszó csoport is. És mi mind a háromban benn vagyunk. Ez az alkalom a beszélgetésről, a bográcsozásról és a poharazgatásról szólt. Nagyon jól érezzük magunkat, a hangulat is nagyon jó. Jó egy kicsit együtt lenni és kibeszélgetni a hétköznapokat és a problémákat. A vidám hangulatról maguk gondoskodtak a szépkorúak. A bográcsolást követően több helyütt is nótaszó hangzott fel. Épp az előbb beszélgettünk arról, hogy fiatalokat elég nehéz lenne ilyen számban, ilyen szép számban összehozni. Akár ilyen alkalomra is, bár teszem hozzá, ma nagyon szép idő van és kellemes a hely. De ennyi jó hangulatú és jó érzésű embert egy lakáson látni, ez tényleg nagyon jó dolog. Én azt hiszem, hogy a hely adja magát. A nyugdíjas klubok találkozója bebizonyította, jó időben, jó helyen, jó embereknek igazán könnyű jó hangulatot varázsolni. A tanév vége felé az egyesületek bemutatják, mi mindent tanultak az előző évben. A Magic Dance táncosai Mosonmagyaróváról és a környék településeiről verbúválódnak. A több mint 100 gyermek a Flesh Károly Kulturális Központ színpadán lépett fel. Nagyon sikeres esztendő volt, mi amatőr csoportokkal dolgozunk. Igazából nem a versenyeztetés a célunk, de azért amatőr táncversenyeken el szoktuk indítani a gyerekeinket, sőt magunk is szoktunk szervezni a saját tanítványainknak kisebb házi versenyeket, ahol a következőkben, akik bemutatkoznak, ez a körülbelül 120 gyerek összeméri a tudását, és őket szoktuk minősíteni ezeken a kis házi versenyeken. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A most következő hírháttérben a Karolina Kórház rendelőintézet átalakításáról, a sürgősségi osztály fejlesztéséről beszélgetek Bertalan István főigazgató főorvossal, valamint Németh Edina projektmenedzserrel. Ezt követően vallási magazin műsorunkkal, az imádsággal jelentkezünk. Mészáros Miklós és Mogyorósi Márk segédlelkészek lesznek a vendégeim. Friss híradóval holnap este 7 órakor várom Önöket. Viszontlátásra!